Pintér Szilárd polgármester számos kérdésben hozta meg a lehető legjobb döntést a lakosság érdekében Dombováron, hogy a vírus terjedését mérsékelni tudják. Március 17-től a bölcsöde bezárt, és az óvodákban rendkívüli szünetet rendelt el. Azt gondolom, hogy a dombovári szülők felelősségteljesen gondolkodtak, és a több mint 400 gyermekből mára már 18 fő veszi csak igénybe ezt az ügyeleti ellátást. Remélem, hogy azok a gyermekek, amelyek otthon maradtak, és ez nyilván igaz az iskolásokra is, közvetkeztetést éve mindig pontosan megkapják, és részesülnek abban az ellátásban, amely megjár nekik. Az önkormányzat a felügyelt gyermekeken kívül a tanítási napokon a gyermekétkeztetést igénybevevők részére az iskolák által felmért igények szerint ebédet biztosít elviteles rendszerben, egyszer használatos eszközökben. Szőlőhegyre és a város környéki pusztákra szintén az önkormányzat vállalta az ebéd kiszállítását. Mindig mindenkit arra kérünk, és nyilván a kormányzati kommunikációval összhangban, hogy maradjon otthon. Azt gondolom, hogy a legfontosabb, amikor ilyen esemény megtörténik egy országban és az egész világon, a józanész kerüljön előtérbe, és olyan döntéseket hozzunk, és úgy éljük a mindennapjainkat, hogy magunkat is óvjuk, és nyilván ezáltal óvunk mindenkit, hiszen ha magunk személyesen betartjuk ezeket az intézkedéseket, azt gondolom, tényleg tudjuk lassítani ezt a járványt. Az önkormányzat kapta meg kötelező feladatként a 70 év felettiek ellátását, amely Dombováron közel 2000 idős embert érint. Továbbá kiterjesztették a szolgáltatást az otthonukban egyedül élő, mozgásukban korlátozott személyekre is. Azon túlmenően, hogy az ebédet el tudjuk nekik vinni, és biztosítjuk a napi egyszeri étkezésüket, szeretnénk is, azt gondolom, hogy kell is segítséget nyújtanunk a napi bevásárlásokba is. A napi bevásárlások esetében mindenkinek önmérsékletet kértem, hogy tanúsítson, és a szupermarketek által közzétett újságokat tegyük félre, hiszen 4-5 helyen nem tudunk bevásárolni, próbáljuk meg úgy gyakorlatilag megoldani a dolgokat, hogy csak a mindennapi szükségleteinknek tudjuk kielégíteni. Múlt péntek óta szociális mozgóbolt formájában juttatják el az alapvető élelmiszereket a veszélyeztetett korosztály számára igény szerint, és már külön autó szállítja a zöldséget és a gyümölcsöt is. A mozgó ABC, amely működik múlt hét péntek óta, az nem arra való, hogy onnan töltse fel mindenki a raktárkészleteit, hanem próbáljunk felelősen gondolkodni, 4-5 ezer forintnál nagyobb napi bevásárlásokkal ne foglalkozzunk, hiszen ez a bolt, ez minden nap fog menni, ne készletezzünk. Másik, ami szintén kihívás volt szintén a 70 év felettiek esetében, a gyógyszertári ellátások, illetve gyógyszerek, hogy hozzájussanak. Nyilván ez is elindult, és azt gondolom, hogy ez a rendszer is jól működik. Közel 20 ember foglalkozik jelen helyzetben az idősek kiemelt ellátásával a Dombovári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény szervezésében Dombováron. A szociális alapszolgáltatásokat ellátó önkormányzati intézményben a szakfeladatokat ellátó egységek munkafeladatainak átszervezésével tudják megoldani a közel 200 idős ember ellátását. Akinek igénye van étkeztetésre, élelmiszerellátásra és gyógyszerekre, ők telefonálnak erre az ingyenesen hívható számra. Ezeket az igényeket 2 óránként e-mailben továbbítják a szolgálatunk részére. Itt a kollégák azonnal felveszik a kapcsolatot az ellátottakkal, megbeszélik velük telefonon, hogy pontosan mire lenne szükségük, és igazából itt telefonos elérhetőséget is cserélnek. És akkor innentől kezdve nem az önkormányzathoz jön be az új igény, hanem akkor mindig már a szociális munkások tudnak ezekkel az ügyfelekkel foglalkozni. A szolgáltatás egy nyomtatvány kitöltésével indul, amely tartalmazza az igénybevevő személyes adatait. Az intézménynek a belső rendjéhez hozzátartozik, hogy a igénylőnek az adatait fölvegyük. Természetesen intézményünkben szigorú adatvédelem működik, tehát csak mi látjuk ezeket a személyes adatokat, és nem továbbítjuk senki másnak. Az ingyenesen hívható telefonszámon a délig beérkezett igényeket tudják másnap teljesíteni ebéd vonatkozásában, és az egyéb élelmiszer és gyógyszerigényt is legkésőbb 2 napon belül eljuttatják a gondozottak számára.
A gondozók ugye összeírják, hogy kinek van szüksége erre a szociális mozgó boltra. Ők egy útvonaltervet is készítenek a boltnak, és mindig a bolttal egy szociális gondozó, szociális munkás is megy. És hát igyekszünk azt is egy-két napon belül mindenképpen teljesíteni. Ebben a nehéz időszakban sokat segíthetünk egymásnak, ha jobban odafigyelünk a környezetünkben élő idős emberekre. Továbbra is felhívnám a figyelmet arra, hogy minden idős, akinek szükséges lenne az ellátás, telefonáljon, hogyha a fiatalokat pedig arra kérném, hogyha a környezetükben időst tudnak, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, és mi minden igényre mindenképpen reagálunk, és vigyázzunk egymásra, az idősek pedig igyekezzenek az otthonukban tartózkodni. Mi a tőlünk tehető minden dolgot megteszünk, hogy az ő ellátásuk biztosítva legyen. Az emberek nagy része már megértette, hogy a szabályok betartásával közösen tudunk leginkább hozzájárulni ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetet mi hamarabb megszüntessük. Egyre kevesebben veszik igénybe a tömegközlekedési eszközöket, és egyre kevesebb embert látni az utcán. Azonban sajnos tapasztalhatunk ezzel ellentétben negatív magatartásokat is. Ebben viszont kérném a lakosságnak a segítő együttműködését. Teljesen egyértelmű és nyilván kormányvezetés szabályozza, hogy közterületen alkohol fogyasztani tilos. Ugyan a vendéglátóegységek 15 órakor bezárnak, ezt követően egyéb olyan ellátóhelyeket vesznek igénybe az alkoholt vásárló, hogy fogyasztani kívánó emberek, amelyen nyilván nem is lenne probléma, hogyha ezt hazavinni és otthonában fogyasztan el. Nyilván a város több góc pontján alakultak ki kerthelyiségek, és ezt nyilván idézőjelben mondom. Ma egy olyan körlevél fog napvilágot látni, amelyben mindenkinek felhívjuk a figyelmét a kormányrendeletre, illetve mindenkinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy a közterület felügyelőink ezt fokozottan fogják ellenőrizni. Pintér Szilárd a szülők felelősség teljes gondolkodását kéri a játszóterek használatával kapcsolatban is. Sajnos most egy olyan időszakot élünk, amikor nem engedhetjük meg az önfelett játékot gyermekeinknek a közterületeken. Nem győzöm hangsúlyozni, és lehet, hogy már több egyszer térek vissza erre a témára, maradjon mindenki otthon. Minimálisra vegyük azt a mozgásteret, amelyel egyébként eddig éltünk. Azt gondolom, ez egy új világ, az új világhoz kell tudnunk alkalmazkodni, hogy ezt a koronavírust együtt átéljük, és utána túl leszünk a nehéz napokon, újra tudjuk építeni Dombóvárt, Magyarországot, és a gazdaság újban fellendüljön, és ez a polgári értékek, amelyek ma már mindenki számára közérthetővé váltak, és az az életminőség, amit közösen elértünk az elmúlt 10 évben, újban mindenki számára elérhető legyen.